Itt még a régi volánpályán edzenek a spari játékosai, vasárnap azonban már a Városi Stadion gyepére fut ki a csapat. Az élvonalba egy évtized után visszatérő nyíregyháziak négy mérkőzés játszottak eddig, de egyiket sem hazai környezetben. A nyitányon mezőkövesden fogadta a másik újoncot, a Győrt, Timár Krisztián együttese, és kettő egyre megnyerte a mérkőzést. Következett az MTK Budapest elleni idegenbeli találkozó, amely a fővárosiak 3 0 győzelmével a puskás akadémia elleni meccsen felcserélték a pályaválasztói jogot a csapatok, így felcsúton kapott ki 3-1 Raspari. Legutóbb pedig Pakson szenvedett 2-1-es vereséget a Nyíregyháza, amely három szerzett pontjával a 11. helyet foglalja el a 12 csapatos mezőnyben. A vasárnapi ellenfél a Fehérvár FC eddigi mérlege egy győzelem, két döntetlen és egy vereség. Az így szerzett öt pont a hatodik helyhez elegendő. A két csapat eddig 22 NB 1-es meccséből 16-ot a székesfehérváriak nyertek, három mérkőzésen nyíregyházi győzelem született, három találkozó pedig döntetlennel zárult. A Nyíregyháza Spartakusz Fehérvár FC mérkőzés vasárnap 17 óra 45-kor kezdődik az új városi stadionban. Az ötödik forduló egyébként meglehetősen csonka lesz, három találkozót is elhalasztanak a Ferencváros, a Paks és a Puskás Akadémia nemzetközi kötelezettsége miatt. Így az Újpest, Debrecen és a Diógyőr Kecskemét meccset láthatják még a hétvégén a szurkolók.